állammal is elfogadtassuk ezt az új helyzetet. Igaz ugyan, hogy ez egy szerbiai törvény, magyar szellemi termék, de szerbiai törvény, és bizony Szerbiában sem mindenki vesz tudomást mindig a Nemzeti Tanácsról. Itt számolhatok be arról, hogy ennek eredményeképpen a Magyar Nemzeti Tanács pereket indított olyan önkormányzatok ellen, akik megkerülték a Magyar Nemzeti Tanácsnak a jogosítványait, és tegnap kaptam meg az első ítéleteket, és megnyertük ezeket a pereket. Ezeket először Zent ellen indítottuk. Ezt azért mondom, mert nagyon sok víznek kell még lefolynia a Dunán, hogy valóban az eredmények is megszülessenek. Én azt hiszem, hogy látja, hogy más magyar közösségek számára az önöké példaértékű lehet? Én azt hiszem, hogy mindenféleképp mi vagyunk az első fecske, ugye? Ettől még nincs nyár, de megérkezett az első fecske, és kétségtelenül, hogy ez egy precedens, amely jó alapot szolgálhat a többi magyar közösségnek, hogy elmondja azt, hogy az autonómia az nem az ördögtől eredendő valamilyen istenkáromlás, hanem igenis hozzájárulhat még akár az állam hatékonyabb működéséhez is, és a jobb nemzetiségi viszonyokhoz. De hogy mennyire leszünk jó példa, az attól függ, hogy milyen eredményeket tudunk majd fölmutatni. Tehát, hogyha mondjuk a kiinduló pont 2010, akkor hogyha megvizsgáljuk azt, hogy 2012-ben, 3-ban miben változott meg a magyarságnak a képzettségi szintje, versenyképessége, a tudása, az oktatása. Hogy tehát mennyiben... lehet azt mondani, hogy rengeteg a feladat. Rengeteg a feladat, a Máértem például, igen. Ugye ahol szó volt arról, hogy vészesen fogy a magyarság. Ha jól tudom, naponta 11 délvidéki magyarral van kevesebb. Hogyan lehet megállítani ezt a folyamatot? Vannak dolgok, amikre hathat a Nemzeti Tanács, és vannak dolgok, amire nehezen tudunk hatni. Mi arra tudunk elsősorban hatni, hogy azok a magyarok, akik most ott élnek a délvidéken, és beszéljünk mondjuk 260-70 ezer magyar emberről, hogy ezeknek a képzettségét, a tudását, a munkahelyhez való jutását, a tájékoztatásán javítsunk. És ez adhat egy olyan önbizalmat is a közösség számára, amely segít abban is, hogy ezt a demográfiai apadás, sorvadást megakadályozzuk. De hát itt egy olyan problémáról beszélünk, amikor a demográfiai problémákról beszélünk, amellyel még a magyar állam sem tudta sikeresen felvenni a harcot. De mi abban bízunk, hogy amennyiben az embereknek egy kitapintható, értelmes jövőképet tudunk felmutatni, és megadjuk hozzá az eszközöket, hogy hogy tudnak oda eljutni, akkor jóval nagyobb, megnő majd a gyerekvállalási kedv is, és az asszimilációs folyamatokat teljesen le tudjuk fékezni. Igen, de a megmaradás egyik feltétele például a magyar iskola. Természetesen, és ugye, ahogy elhangzott is a riportban, tehát gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy minden magyar gyermek számára hozzáférhető legyen a magyar nyelvű oktatás, a magyar iskola, de nem is akármilyen iskola, hanem egy olyan iskola, amely versenyképes tudást nyújt a térségben. Tehát nekünk az a célunk, hogy a magyar iskolák ne legyenek gyengébbek színvonalúban, mint a magyarországi iskolák, vagy mint a vajdasági szerb nyelvű iskolák. Tehát az embereket ahhoz, hogy rábírjuk arra, hogy anyanyelvükön tanuljanak, nem elég csak az oktatás lehetőségét biztosítani, hanem egy olyan perspektívát kell felmutatni, amelyben megtalálják magukat. Erre törekszünk. Mi a helyzet a kettős állampolgárság kérdésével? Hát az, hogy a magyar országgyűlés elfogadta a könnyített honosításról szóló törvényt, ez egy nagyon fontos, nem csak szimbolikus üzenet a határon túli magyarság irányában, és itt emlékeztetnék, hogy ahogy az autonómia igényét is a délvidéken fogalmaztuk meg először, ugye a kettős állampolgárság, illetve a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének igényét is mi a délvidéken fogalmaztuk meg először. Kaptunk egy nagy pofont először december 5-én, ugye? De ez a nagy pofon után most... Inkább jött jövőről beszélünk, igen. Jött egy karnyújtás, egy valóban őszinte szándék, és én azt hiszem, hogy ez lélekben, identitásában megerősítheti a magyarságot. Nekünk az a dolgunk, hogy az állampolgárság ne arról szóljon, hogy ugródeszkának tekintik a magyarok a magyar állampolgárságot, hanem hogy lélekben megerősödve építjük a szülőföldön a magyar jövőt.